Ez már igen, egy kicsit, én úgy érzem, hogy ez túl van Málihegben, na, így mondanám, ez már kicsit túl van tupírozva, mert azért, hát meghagy nem mondjam szerintem, na jó, nem mondok semmit, mert ez ön csinált Covid, na, köztünk maradjon. Orbán Viktor miniszterelnök Ausztriára gyakran úgy szokott hivatkozni, mint Magyarország laboratóriumára. A szomszédos országban egyre szigorúbb járványügyi intézkedéseket hoztak az egyre súlyosbodó fertőzöttségi adatok miatt. Arról kérdezzük az utca emberét, ezzel szemben mi a véleményük a magyar kormány járványi intézkedéseiről. Későn történt ez, és nem is feltétlenül a megfelelő intézkedések lettek meghozva. Én azt gondolom, tehát, hogy egy kicsit elszaladt ez az egész addigra, amikorra már ez a szigor be lett hozva. Szerintem ez olyan közepes. Tehát azért mondom, hogy előbb kellett volna, szerintem így lépcsőről lépcsőre, és nem ilyen hirtelen bevezetni, mert nagyon hirtelen jött, és ehhez ugye alkalmazkodni kell a munkavállalóknak, a mindenkinek, a munkáltatónak, a cégeknek. Ezért így nagyon nehéz ezt így hirtelen bevezetve, fokozatosan kellett volna szerintem. Én nem gondolnám, hogy jól kezelnék, viszont nem nagyon tudom a külföldi tagságokat, hogy ki, hogy nem követem a tévét egyáltalán, mert akármikor bekapcsolok, mindenhol csak ez a vírusról szóló történetek vannak, és már annyira unalmas, hogy valami fantasztikus. Folyamatosan azzal jönnek, hogy ilyen-olyan halálhírek, meg most már mindent próbálnak erre a vírusra ráterelni. Én azt gondolom, hogy ez nevetséges az egész. Én nem igazán hiszek el, tehát szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatosan, hogy egyáltalán van ez a vírus. Úgyhogy nem hinném, hogy létező dolog ez. Felesleges Ausztriával hasonlítgatni magunkat, mert sehol nem állunk ott, ahol ők. Egyéni döntés az olyan nem születik. Másolunk mindenkit, másolunk, és olyan embereket követünk, akik túl tudnak élni egy olyan lezárást is, amit mi is alkalmazunk, de itt nem érik túl, se a vállalkozások, se a magánemberek. A munkámat is elveszítettem, otthon vagyok a két kisgyerekkel, a párom otthonról dolgozik, fönt lakunk a negyedik emeleten, 80 négyzetméteren, hát el tudod képzelni, hogy nem könnyű. Ha ez kell, akkor legyen. Tehát én úgy vagyok vele, hogy persze mindenkinek nehéz otthon maradnia, meg tök szar, hogy nem találkozhatunk a barátainkkal, vagy legalábbis nem csoportosulhatunk, nem tudunk beülni, de hogyha ezt kell, hogy megállítsuk, akkor szerintem mindenki meg tudja húzni magát egy pár hónapra. Szerintem megfelelő. Tehát az, hogy a maszkot most már mindenki hordja, ugye köztereken még egyelőre nem kötelező, legalábbis az önkormányzatoknak kellene kijelölni, most táblával, jól látható helyen, hogy mondjuk itt is kellene. Egyébként itt kell. Igen? Mert nem látom a táblát csak azért, na mindegy, ma is tanultam, tök jó. Tehát az a lényeg, hogy szerintem ennél többet már nem nagyon lehetne tenni. Szerintem nem költünk annyi pénzt például feleslegesen, meg többet vagyunk együtt, szóval én ennek csak eddig pozitívumát láttam. Persze rossz, hogy maszkot kell viselnünk, meg nem látjuk a másikat mosolyogni, de attól függetlenül én egy kicsit így pozitívnak gondolom ezt az egész karantént. Szerintem még a börtönökben sincsenek ekkora tilalmak, mint itt Magyarországon, meg itt az utca. Tehát az, hogy ilyen 8 óra után már nem lehet menni sehova, reggel 5 óráig, magyarul korlátozva vagyunk egy ilyen kapitalista rendszerbe, mondhatjuk így, mint valamikori szocializmusba, én azt gondolom. Járványügy véget, azért ilyen szigorságot nem kéne behozni a magyar emberekre, mert ugye magyar ember az szabad legyen, és azért járkáljon, és ki és be, és a lakásából ki az utcára, menni, sétálni, stb. Családjával. Úgyhogy én ezt nem írom alá. Ne is haragudj, nem.